Usually I got the time, but when you think that, no, you'll never read the sign, cause you always doing lies, but I'll be here all night long. Mielőtt még gyorsan lemegy a nap, mert softboxot nem lehet rendelni, most meg be van zárva két hétig minden. Mondhatnátok, hogy pulát nem volt három hónapod berendelni ezt a sok szart. De igen. Alapvetően elkerülhetetlen lett volna, hogy erről a témáról videót csináljak, ugyanis az alvás, hát az évek alatt szorosan egybekötődött a csatornámmal. Valószínűleg ez a témáknak tudható be, amivel általában foglalkozik a csatornám. Itt a Pule közösségben már-már mémeljük azt, amikor ugye valaki megkérdezi, hogy Pule, te hogy alszol, hogy tudsz ezek után aludni? Mert hogy köszi Pule, én nem fogok aludni, mert már megnéztem a videódat és kiment az állam a szememből. És ugye általában erre a kérdésre mindig az volt, hogy én... mint a bárány úgy alszom. Nem tudom, hogy a bárányok azok hogy alsz. Aztán az elmúlt hónapokban jöttem rá arra, hogy ez egy hazugság, én nem aludtam jól egész életemben. Csak hogy ez egyáltalán nem a videózásnak tudható be, és nem azoknak a témáknak, amikkel alapból foglalkozom. Ugyanis ebben a videóban el szeretném nektek mesélni az én alvásos paráimat, amik eddig történtek velem. Sokan kértétek, hogy csináljak a paranormális élményeimről videót, ami nem volt olyan sok, nem volt olyan számottevő, hogy szerintem megérje videót csinálni róla. Az alvási parákról viszont eléggé van okom is videót csinálni, meg szerintem tudok nektek érdekes dolgokat mondani, mert ahogy utána olvasgattam, rájöttem arra, hogy lehet, hogy nagyon-nagyon sok ember meg se tapasztalta azt, amit én egy időszakban, egy ott időszakban rendszeresen megtapasztaltam. Meg én alapból is egy rendkívül érdekes dolognak tartom ezt az egész alvás témát, hogy mi a gyász ez egyáltalán, főleg az álmok. Ugye az álmokról már kettő videót is csináltam ezelőtt, és azért azt eléggé szerettétek, úgyhogy úgy voltam vele, hogy csinálok még egyet. Ebben a videóban szeretnék kicsit tágabb körökben és részletesebben is belemenni abba, hogy én miket tapasztaltam, és ennek a tapasztalatnak az alapján elmondani nektek azt, hogy ez talán mire épülhet fel, kis teóriák, amiket olvasgattam az interneten, illetve az, hogyha veletek is azon, akkor hogyan tudtok tenni ellene. Meg alapból annak, aki úgy alszik, mint a bárány, annak is érdemes lenne megnézni ezt a videót szerintem, mert nézzétek meg! Az alvás alapvetően egy nagyon fontos dolog. Annyira fontos dolog, hogy elengedhetetlen az életben maradáshoz és az életciklushoz hozzátartozik napi rendszerességgel az, hogy tudjál aludni. Sajnos. Mert számomra ez egy nehéz küldetés, ez egy nehéz feladat, az egész életem során az volt, most már azért annyira nem, de erre majd a videó végén szeretnék kitérni. Vannak olyan dolgok az életben, amiket kötelezőképpen el kell végezni az embernek. Lefürödni, néha rendet rakni, akár mosogatni esetleg két hónapban egyszer, azért illene, nem? És ezen kívül az alvás is. Na most vannak olyan emberek, akik az alvást egy személyiségjegynek tartják, tudjátok, a nagyon produktív emberek, akik MacBook-kal járkálnak Starbucksba, és minden reggel nagyon korán kelnek, hogy legyen idejük elmenni futni, és érezzék azt az ego boostot, hogy ők fent vannak azelőtt, hogy bárki fent lenne. Ezek azok az emberek, akik sok esetben ezt azért csinálják, hogy megmutathassák, hogy ők mennyire geci jó emberek, és általában vagy vlogolásba kezdenek, vagy kurzusokat kezdenek eladni, vagy könyveket írnak, vagy saját ruhamárkába kezdenek, vagy az összes együtt, az a legjobb. Ebből a kurzusos metódusból, hogyha olyan személyiséged van, ami meggyőző az emberek számára, akkor a szart is eladhatod nekik, csúnyán szólva, ne haragudjatok emberek, nem azért mondom. De ha képes vagy az emberi szellemnek és az emberi működésnek a teljes ellentétét mutatni, és az, hogy te minden pillanatban motivált vagy, minden pillanatban nagyon jól érzed magad, akkor borzasztóan meg lehet gazdagodni ilyen kurzusok is beszédekből, szóval ez is egy út esetleg. Na de úgy érzem, hogy kicsit elhúztam ezt a bevezetőt, úgyhogy alvásról beszéljünk, kezdjük a legeslegelső dologgal, ami az alvásparalízis. Az alvásparalízisről azért hallhattatok már, mert eléggé elnépszerűsödött az elmúlt években, egyrészt. Másrészt pedig én is csináltam róla videót, ám most jön az érdekesség az egészben. Amikor én csináltam videót az alvásparalízisről, akkor én infók és utánolvasás alapján csináltam videót, nekem nem volt soha alvásparalízisem. Maximum egyszer még kiskoromban arra emlékszem, de az nem volt annyira számottevő, hogy azáltal csináljam meg azt a videót. Viszont miután megcsináltam az alvásparalízissel kapcsolatos videómat akár két-három évvel ezelőtt, a három év az nagyon depresszív lenne, hogyha már az tényleg három éve volt, az nagyon gyászos. Minden esetre miután megcsináltam azt a videót, egy fél évre rá vagy egy év után elkezdtek bekövetkezni az alvásparalízisek, és az volt a szerencsém, hogy tudtam, hogy mi ez, mert eléggé utána nézegettem, és azért nem volt annyira para, de nem kívánom senkinek azt az érzést. Egy emlék kifejezetten megmaradt, még Ajánnál laktam, éreztem, hogy felébredtem, de nem a szokásosan, nem úgy ébredtem fel, hogy általában szoktam, tudjátok. És akkor jöttem rá, hogy oké, hogy tudatomnál vagyok, oké, hogy nyaktól felfele tudok mozogni, legalábbis csak a szemgolyóimat tudom mozgatni, de ezen kívül semmit sem. És akármennyire tisztában voltam vele, azért ez mégiscsak egy para érzés volt, viszont nem ez volt a legrosszabb az egészben. A másik szobában az álmom folytatódott, ami valamilyen párbeszéd volt ismeretlen emberek között, és amikor ébren voltam, akkor hallottam, hogy nem tudom, hajnali három lehetett, és kettő ember beszélgetnek a másik szobában, a nappaliban. Egy dologra kifejezetten emlékszem, valami kis üveggolyó gurult el a földön.
Ami nyilván nem gurult el, mert mit gurulna hajnali háromkor egy üveggolyó a földön. De ezt flasheltem, és ez volt bennem, és az ilyen nagyon-nagyon nyomasztó érzés volt. És mivel már az agyammal fenn voltam, egyből arra gondoltam, hogy hát jó, hát akkor betörtek, akkor nincs mit csinálni, akkor ez most megtörtént. De adja az Isten, hogy szerintem ez ilyen fél percig tartott maximum, valaki 15 percen keresztül, vagy olyanról is hallottam, hogy órákon keresztül van ebben az állapotban. Ami... Ja, az alvásparalízissel alapból vigyázni kell, viszont ezt nem tudom csak úgy behatárolni nektek, ugyanis az alvásparalízis mindig az adott ember személyétől, az adott ember agyi működésétől és az adott ember életvitelétől függ, hogy milyen formában valósulnak meg. Valakinek lehet, hogy sokkal, de sokkal brutálisabb alvásparalízisei vannak. Nekem ez volt, de ezt se kívánom senkinek. Ezen kívül meg a legtöbb az olyan, hogy nem emlékszem arra, hogy mit álmodtam, csak maga az érzés, hogy teljesen van ez a jó trükk, tudjátok, van ez a trükk, hogy az embereknek meg kell magyarázni, hogy milyen paralizálva lenni. Ezt úgy szokták általában megmutatni, hogy egy teljesen sima dologra rárakod így az ujjadat, hogy minden mást becsuksz. És csak a gyűrűs ujjad marad, a gyűrűs ujj az a legszarabb ujj az összes közül egyébként, és akkor próbáld meg felemelni, és akkor csodálkozol, hogyha nem sikerült felemelni, azért nem sikerült felemelni, mert valamiért a gyűrűs ujjnak nem jutott annyi kredit, hogy lehessen önkéntesen mozgatni, és nem tudod felemelni, szóval próbáljátok ki az asztalon, vagy valahol otthon, ezt képzeld el az egész testeden. Ezeken kívül volt még alvásparalízisem, szerencsére most már egyre kevesebb, de higgyétek el nekem, nem ez a legdurvább, ami ebben a videóban benne lesz. Következzen a második dolog, amit átéltem az elmúlt években, ez pedig nem más, mint a fejrobbanás, azt hiszem így hívják. Folyamatosan mindenhol csak azt olvasom, hogy hát ez egy borzasztó ritka eset, ezzel kapcsolatosan nincsenek fix információi. Tudjátok, amiket a Pule videóban szoktam mondani, amikor nincsen magyarázat a videókra, és akkor vigyétek el otthonra. Ezzel kapcsolatosan viszont én sem tudok ezáltal más mondani, ez mi miatt lehet, de elmondom nektek, hogy mi a fejrobbanás. Mielőtt megijednétek, nem szó szerint kell érteni. Nagyon-nagyon szar flash. Az álomba merülés pillanata előtt, mielőtt pont elaludnál, de még ébren vagy, akkor történt meg velem az utóbbi időben kb. Ilyen fél évvel ezelőtt, hogy egyszer csak hallok egy borzasztó nagy robbanást a fülembe, mint hogy pontosan a dobhártyám mellett kipattogzott volna valami, és ilyen olyan mértékű robbanást hallottam, amit azelőtt még soha. Merem feltételezni, hogy volt már olyan élményetek, hogy jó kis vihar volt, én tökre szeretek belenni a lakásban, amikor nagy vihar van, de kifejezetten az, amikor alszol, és egy ilyen borzasztó erőteljes mennydörgésre felébredsz. Azt próbáljátok meg beszorozni 10-zel vagy 100-zal, nem tudom az arányokat elmondani nektek, de olyan, mintha egy villámlás utáni hangfrekvencia itt a fületek mellett, vagy a fületekben történt volna meg. Nagyon szar, ennyi a lényeg. Azt mondták, hogy pszichés nyugtalanság, meg ilyenek, de én nem érzem magam annyira nyugtalannak, hogy ez okothatasson ilyenekre, de az nagyon-nagyon rossz volt. Ez szerencsére ritkán történt meg, felébredsz, és akkor be vagy szar, vagy mi történt, aztán rájössz, hogy mégse történt semmi, csak fogyatékos vagy. Ebben az esetben is szerencsém volt azzal kapcsolatosan, hogy mielőtt megtörtént, már tudtam, hogy ilyen létezik. Ez annyira nem szartam be, de ugyanolyan rossz volt. Na de a következő, gyerekek, ez az, aminek utána olvastam, és semmi infót nem találtam, hogy ez mi a gyász lehet. Ha valakinek volt hasonló élménye, akkor szóljon. Nem tudom, hogy ezt hogyan kategorizáljam be, mert rákerestem én mindenhogyan Google-ön, de nem jutottam túl sok mindenre. Ez az, ami talán összekötetésben van az alvásparalízissel, de gyakrabban fordult velem elő, mint egy rendes alvásparalízis, ez pedig nem más. Még mielőtt ezt elmondom, jöjjön egy poénos cut, ami szerintem csak simán vicces, de akkor is nagyon-nagyon elbaszott. Rájöttem, hogy nem tudok történetet mesélni, úgyhogy elmesélem most még egyszer, amit amúgy a videóban elmondtam. Képzeljétek el azt, hogy mondjuk 21 óra 15 perc van, és éppen megyek haza, várom a buszt a Blaha Lujza téren. Hazaérek 22-re, 23-ra ágyba vagyok, és kezdődik az alvás folyamata, és mielőtt pont hogy elaludnék, konkrétan azt álmodom már, hogy visszateleportálok arra a helyre, ahonnan ugye jöttem ugye a Blaháról. Viszont nem az időben mentem vissza, ugyanis még annyira tudatomnál voltam, hogy tudtam, hogy mennyi az idő. Nem tudom, ez így mennyire követhető, de annyi a lényeg, hogy már álmodom azt, hogy a valós időben ott állok a busz megállóban, és azon stresszelek, hogy a gyáza fogok így hazamenni, már alig járnak buszok, meg hogy tök nehezemre esik hazamenni, és ilyen 5 perc múlva beugrik, hogy amúgy már otthon vagyok és alszok. Úgy éreztem, hogy ezt így el kell mesélnem nektek. Miről is beszéltem? Ja igen, a lényegről. Belekezdenék úgy, ahogy én tapasztaltam meg legelőször. Van egy álom, ami nagyon-nagyon rossz flashbe torkollik át. Nem azt mondom, nem tudom szó szerint felidézni nektek, hogy mi történik, de tudom azt, hogy az a szorongás, amit az álmomban érzek, azt a valóságban szerintem talán még egyszer sem éreztem, de ott az álomban az nagyon-nagyon nagy teret öltött, és ahogy álmodtam, én örülnék a legjobban, hogyha el tudnám nektek mondani, mi volt az álom, de vizuálisan nem emlékszek rá. Az álomban a szorongás az folyamatosan kezdett egyre inkább tágulni kifele. Nekem nem volt soha pánikrohamom, úgyhogy nem tudom, hogy ez azzal köthető-e össze, de hallottam olyan emberektől, akiknek már volt pánikrohamja, hogy hasonló esetet írtak le, de hagyj fejezzem be. És egyszerűen, amikor ez a szorongás annyira duzzad az álmomban, tehát nem a valóságban, könyörgöm, ne nézzetek hülyének, hogy most ezt mondom, de így tudom a legjobban leírni, hogyha ez tovább duzzad, nem azt éreztem, hogy robbanni fog valami, hanem így megyek össze, és a létezésemben egyre kisebb vagyok. És úgy érzem, hogyha ez így tovább tágul ez az érzés, akkor annál jobban összemegyek, hogy megszűnök létezni, és ennyi volt az egész. És ekkor volt az a pillanat az álmomban, amikor felkeltem,
de az valami borzasztó volt. Én életemben szerintem 3-szor ájultam el, vagy 2-szer. Egyszer egy olyan dolog miatt, amit nem fogok elmondani, mert ez csak simán cink. A harmadik az nem ájulás volt, hanem inkább ilyen ájulás közeli állapot. Hát max megnéztek még engem egy 2 évvel ezelőtt a 4-6-on, hogy mi a faszért ülök le a földre, amikor ott van egy csomó szék. Hát azért, mert ha nem ültem volna le, az meg akkor nem tudom, mi történt volna vele. De azért az nem gyakori, után néztem, mi miatt lehet és tenni akarok ellene, de az az ájulás flash. Az ébredésem után ugyanazt éreztem az álmomban, azt az ájulás közeli élményt, hogy forog a világ, nagyon olyan semmilyennek érzem magam, az ájulás is olyan, hogy egyre jobban mész össze, vagy nem tudom. És ami még nagyon fura volt, hogy mint valami ekisnek, soha nem próbáltam egyébként, de így a fogam nagyon-nagyon fájt. Nem tudom, hogy miért. Így valószínűleg, hogyha logikusan akarok gondolkozni, akkor egyfajta paraflessem volt álmomban, és azért csikorgattam a fogaimat, vagy nem tudom, de ez az élmény. Annyian néztek már engem, és olyan értelmes emberek is néznek engem, hogyha van valami olyan ember, aki tanulja ezt a szakmát, akkor az golden hour van. Nézzétek meg, golden hour van. Ami azt jelenti, hogy mindjárt legyal a nap. Szóval, hogyha van olyan nézem, aki látja ezt a videót, és aki meg tudja mondani, hogy mi ez, mi a gyász ez, akkor azt nagyon megköszönném, mert hiába most már ez nem annyira gyakori, hogy előfordul velem, azért jobban örülnék neki, hogyha valamiféle magyarázatot találnék rá, mert szeretek a dolgokra magyarázatot találni, főleg azokra a dolgokra, amik velem történnek, és nem tudom megmagyarázni. Na mi van még? És mielőtt még azt mondanátok, hogy pule, akkor legalább vegyél ki egy kis szünetet, és ne foglalkozz ezekkel a témákkal, amik ilyen felzaklatósak, nem hiszem, hogy emiatt van. Egyrészt azért, mert én tisztán emlékszem arra a pontra, amikor elkezdtem a rejtélyek nyomdokában csinálni, 15-6 évesen, és küldtetek nekem videóötleteket, és ti akkor tapasztaltabbak voltatok, mint én, akkor vezettetek be engem a góroldalak világába, és én kíváncsi voltam, megnéztem, és azok után, amiket láttam, úgy érzem, hogy vizuálisan nem nagyon tud már felkavarni ilyesmi dolog, amit látok, úgyhogy nem érzem azt, hogy ez kihatással lenne az életemre, viszont az gecire kihatása van, hogy a fókusz folyamatosan elmegy, mert nem tudom befejezni azt, amit mondok. Az egyik legrégebbi emlékem az egész életemből az az, amikor elkezdtem sírni gyerekként, szerintem még a baba ágyba voltam benne, mert hogy a szüleim lekapcsolták a villanyt és kimentek, hogy aludjak. És nem tudtam aludni úgy, hogy sötétség van, csak úgy tudtam aludni, hogyha fel van kapcsolva a villany, és valakik beszélgetnek, hogy a történik valami körülöttem. Nem tudom miért, de ez egyébként szerintem a mai napig így van. Ennek biztos, hogy van pszichológiai magyarázata, mert most is podcasteket szoktam hallgatni elalvás előtt, meg ilyenek. Lehet, hogy ezt tudatosan le lehetne vetkőzni, de hát ez annyira nem zavaró szerintem. Na de mi van most ezekkel az alvásparákkal, jöhetne a kérdés. Voltak megoldási kísérleteim. Volt egy olyan megoldás, amit nem is fogok ismertetni nektek, és nem is ajánlanám, azért mert az a metódus a lónak a túloldala volt, és hiába örültem, hogy el tudtam aludni rendesen, fél napokat aludtam át, tehát tényleg a fél napot átalussza az ember, és úgy érzem, hogy nem csak magammal semmit, és ez az életemre van kihatással, akkor inkább szarakodok órákon keresztül, hogy elaludjak, mint hogy az egész másnapomat elroncsom amiatt, hogy átalszom az egészet. Szóval ez nem jó megoldás. Ami miatt úgy érzem, hogy most már tudok erről határozottan beszélni nektek, az az, hogy azt a megoldást választottam, ami a legesleg biztonságosabb és legbiztosabb megoldás. Pszichésen, lelkileg rávezetni arra, hogy ez az alvás be fog következni hamarosan, mert így tudod menedzselni az életedet rendszeresen. Kisebb mikrocselekedetekkel, mint a fürdés, beágyazás, ilyenek, szépen lassan ráhangolod magad arra, hogy most aludni fogsz. És lehet, hogy sokatoknak nincsen olyan durva alvásparája, mint amiket most meséltem nektek, lehet, hogy ti is küzdötök az alvás zavarral, azért ez elég rendszeresen benne van az embernek az életébe, főleg egy olyan gyereknek az életébe, aki ezekben az időkben él, most őszintén. Úgyhogy nektek annyit tudnék ajánlani, hogy szépen fokozatosan meg kell tanulni azt, kikapcsolod az agyadat a gyászba és lesz mindent. Én folyamatosan azért nem tudok eludni, mert kattogok, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, neki mit kell, ő neki mit kell, magamnak mit kell, mi az, amit muszáj megcsinálni, mi az, amit meg kéne csinálni, és az alvás idő az nem arra van, hogy ezeken gondolkozz, ideálisabb rá a reggel, és akkor írod össze, amiket a nap folyamán meg fogsz csinálni. Hát ez nehezebb nyilvánvalóan, de szerintem ez a jó út, amit érdemes követni. Ha esetleg vannak konkrét vízióid vagy céljaid az életben, hogy hogy képzeled el tökéletesen, akkor azt tanácsolom nektek, vagy akár neked, első szám, második személybe, jaj, de személyesek lettünk itt, ne arra koncentrálj, hogy azt az álmodat hogyan tudod elérni. Arra a napjaid vannak. Esténként engedd meg magadnak azt a luxus, hogy csak arra gondolj, amikor elérted azt a pillanatot az életben, ahol úgy érzed, hogy már azért fasz a minden. Soha nem lesz ilyen, mindig több kell, tudjuk nagyon jól, de próbáld meg ezt vizionálni magadnak, hogy mi az a tökéletes látkép. Akár egy adott személlyel, aki számodra fontos, akár olyan életkörülmények között, ami számodra komfortos, olyan dolgokat flash-el, amik megnyugtatnak és ilyen jó flash-t adnak át. Utána garantálhatom neked, hogyha ezeken el tudsz vibe-olni egy picit, akkor egy óra, vagy nem is mondok semmit, hamar
el fogsz tudni aludni. Előre is szép álmokat kívánok hozzá. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Örülök, hogy sikerült megcsinálni azzal, hogy lement volna a nap, de beújítok majd softboxokat vagy világítást, mert nem ezen kéne, hogy múljon. Viszont nagyon örülök, hogy ismételtem velem tartottatok, megnéztétek ezt a mai videót. Remélem, hogy tudtatok belőle tanulni. Úgy éreztem, hogy egyrészt ez érdekes lehet számotokra, másrészt pedig ez azért egy elég személyes sztori. Ez viszont azért nem baj, mert én is örülök annak, hogy ezt elmondhattam nektek, kiadhattam magamból. Úgyhogy úgy érzem, hogy ha már ennyiszer álmatlan éjszakákat okoztam nektek, akkor most segítek egy picit abban, hogy olyan tudtok jól aludni. Várom kommentbe a kommenteket, hogy köszi pule, jót aludtam. Ennyi lettem volna mára, nagyon szépen köszönöm azt, hogy végignéztétek ezt a mai videót. Legközelebb pedig újra találkozunk, addig pedig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!